Igen, csücsülj vissza, jó? Csücsülj vissza, és próbálj meg nem túl izgatottnak lenni, jó? Ne izgassuk fel a macsekot, oké? Jó? Finom illata van? Az a sampon. A sajtos tésztát kikeszedjük valahogy a szűréből. Várjál, ne jöjj bele még, jó? Mindjárt bele. És csak nem mély a víz, nem meleg. Beledobáltad a sajtos tésztát, és nem tudjuk kimosni belőle. Süt! Nem süt, langyos. Nem hideg, de nem meleg egyáltalán. Benne van a szőrében mindenféle a sajtos tészta. Mit fogunk vele csinálni? Igen. Hát, az a samponnak ki tudtuk volna mosni belőle, de látod, nem akarja. Hát meg tudom érteni, szegény cicus, de hát mit fogunk csinálni? Kivágjuk ollóval a szőréből? A ragacsot? Igen. Nagyon élvezed, hogy nem téged nyúzlak most, ugye? Igen. Hát úgy mostuk volna meg. Lábát is, igen. Pacakját, hátát. Igen, megmostuk volna, ha bele menne. Jó. Mondjad, milyen? Hát én is szoktam hajat mosni, nem olyan nagy dolog az. Igen. Jaj, elbújik, nem is akar velünk szó. Nincsen, semmi baj. Igen. Jól tudom. A kis asszisztense. Igen. Meg itt tudod, az a baj, hogy a cicák nem szeretik a vizet. Igen. Megsimogatjuk, hogy megnyugodjon. Hát, itt van a sajt bennem is csak. Itt is van egy csomó. Fogd meg. Ott. Meg hát tere van a háta. Mert beledobáltad, drágám, a sajtos tésztádat. Igen. Tíz. Ott. Igen. Mi az? Semmi baj, Mia. Jó van, most már elengedjük, jó? Jaj, szegénynek az ázott farkincája. Na, hagyjad most békén egy kicsit, jó? Megszárad. Jó van, amilyen. Reméljük, nem kapott. Nem lesz lelkisérült.